Na, akkor kezdjük örül az egészet, mert sikerült úgy végigmondanom az egész mondókámat, hogy nem vettük föl a hangot. Sziasztok, Peti vagyok, és az Ava média csatornát nézitek. Ma egy új sorozatot kezdünk el, amiben meg fogom csinálni az új nasomat. Az első részben megbeszéljük azt, hogy mi az a nas, mire jó, milyen fajtái vannak, én mire fogom használni, és ti mire használhatjátok otthon a egy ilyen nast. A következő részben egy komplikált műveletet fogunk végrehajtani, ugyanis meg fogjuk klónozni az ebben a számítógépen lévő NVMI M.2-es merevlemez, tehát a C meghajtót és a rajta lévő operációs rendszert átklónozzuk erre az 1 terabájtos merevlemezre, hisz ez be fog kerülni ebbe, és a számítógében lévő 250 gigabájtos NVMe meghajtó pedig a nas fog belekerülni a tévé mögé. A harmadik részben pedig be fogom mutatni az Intel NUC 10-es i7-es processzorral rendelkező mini számítógépet, ami az én nas a lelkét fogja mutatni. A rákövetkező részben bemutatom a Raid Sonic Icybox házait, amiben a meghajtók lesznek illetve az utolsó részben pedig ezt az egészet összeállítjuk, felkonfiguráljuk, lépésről lépésre, hogy ti is otthon meg tudjátok ezt magatok csinálni. Úgyhogy ha érdekel a téma, maradjatok velünk, indul az intro, ami időt ad nektek arra, hogy feliratkozatok a csatornára. Vágjunk bele! Tehát először is mi az a NAS? A NAS az egy rövidítés NAS, Network Added Storage, tehát hálózathoz adott meghajtót jelent. Alapvetően az a célja, hogy az összes adatod az a hálózaton, tehát az itthoni vagy céges hálózaton egy helyen elérhető legyen, egy helyen van tárolva, és minden felhasználó külön-külön el tudja érni azokat az adatokat központilag, mert hát például egy laptop, egy tablet, egy telefon nem tud akkora nagy adatmennyiséget lokálisan tárolni. Viszont így, hogyha van nasunk, akkor akár erről a telefonról is elérem az összes adatot, képet, videófájt, ami itt a munkához szükséges. Milyen fajtái vannak a nasnak? A nast legtöbbször bemész a boltba, azt mondod, hogy szeretnél vásárolni egy nast, akkor az eladó megkérdezi, hogy milyen márkájút szeretnél, rengeteg márka van. A két említésre méltó az a Synology és a QNAP, Q ezek két készülékek bennük, az összes felhasználóbarát beállítás segítő varázslóval, és leteszed, bedugod, működik, esetleg meghajtókat kell bele, hot swap, plug and play, belerakod, és már működik is. Ezeknek a nasoknak ellenben van hátrányuk. Például nekem is volt egy ilyen nasom, az egy Western Digital, vagy Seagate, már nem is emlékszem, Small Home Business um, nas volt, és az történt, hogy maga a ház, a benne lévő kis számítógép meghibásodott, magával rántotta mind a két Winchester-t és az összes adatot, ami rajta volt. Gyakorlatilag 6 terabájtnyi adatom veszett el egy csettintéssel, és másolatom se volt róluk, nagyon kintkeserves módon tudtam körülbelül a felét visszaszerezni az elveszett adatoknak. Amit én fogok építeni, az egy épített NAS, tehát az azt jelenti, hogy lesz egy mini számítógép, nagyon kicsi áramfelvétellel, ami folyamatosan futni fog, ahhoz lesz nem egy, hanem kettő a Winchestereket tartalmazó doboz csatlakozva. Majd kitérünk rá, maradjunk abban, hogy egy doboz, és abban lesznek több Winchesterek. Mit érek el ezzel? Ugyan bonyolultabb lesz egy nagyon picit fölkonfigurálni, és ezért is készül ez a sorozat, hogy ti is meg tudjátok csinálni. Ellenben tönkre mehet a mikroszámítógép semmi bajunk nem lesz tőle. Tönkre mehet az egyik doboz, a másik dobozban még mindig benne van minden tükrözve. Tönkre mehet az egyik Winchester, a többi Winchesteren még minden megvan másolatban. Illetve én nekem van egy fizetős Dropbox korlátlan tárhelyem egy felhőben, ahol minden, ami ezen a nasson rajta van, nagyjából jelenleg ilyen 8-9 terabájtnyi adat, az fönt lesz tárolva egy felhőben online a Dropboxnál is. Miért jó ez? Azért, mert hogyha ide például becsapna a villám, és tönkre menne a számítógép is, a dobozok is, és az összes merevlemez, és ez is még mindig a Dropboxban elérhető a, egy másolata az egésznek, illetve például elég, hogyha betörnek és viszik itt az összes számítógépet, meg a NASTA tévé mögül, akkor is van legalább még egy másolatom mindenről. Most, még itt a videósorozat elején menjünk egy miszi, picit mélyebben bele, hogy akkor ez a NAS mit is fog nekünk adni. Tegyük föl, van egy számítógépetek, egy tabletetek, egy laptopotok, amiben van, tegyük föl, egy terabájtnyi helyed, de esetleg te is videószerkesztéssel foglalkozol, és van 5-6 terabájtnyi nyers anyagod, amit te meg akarsz vágni, és élőben kell, hogy tudjál dolgozni azokkal a fájlokkal, de mégsem fér el a számítógépeden vagy a laptopodon. Ilyenkor megteheted azt, hogy a nason tárolod ezeket az adatokat, a nas egy megosztott mappáját, mint helyi meghajtó csatlakoztatod a számítógéphethez. A te Windowsod, Linuxod, de akár um, Apple-ön mi van? I, iOS. Még az is úgy fogja látni, mintha az a meghajtó a te lenne Számítógépedben lenne bedugva, és azonnal tudsz róla dolgozni. Itt viszont meg kell jegyeznem, hogy ahhoz, hogy ez működjön, nagyon stabil internetes hálózatodnak kell lennie otthon. Nem a külvilág fele, hanem itt a Nas és a számítógép, illetve laptop között. wi vel is működik, főleg az új ac és AD-s vel ugye nem lesz olyan nagy sebességed a router és a laptop között, minthogyha kábeles csatlakozásod lenne, ugye nálam ez úgy működik, hogy mögöttem a falban bele van vésve, ugye az építkezéses videókat néztétek, akkor bele van vésve a CAT 7-es kábel, és a CAT 7-es kábelen keresztül gyakorlatilag gigabites Kapcsolat van a router és a számítógép között. Igazából a 67-es kábelel akár 10 gigabites sebességet is el lehet érni, kis trükközéssel a százat is, de erre nincsen szükség. Általában ugye egy NVMe elméletileg feljebb 6 gigabites sebességgel rendelkezik, tehát magával az operációs rendszerrel sem tudunk gyorsabban ö, kommunikálni ugye, eten, ö, satás ö, meghajtókról van szó a merev is általában ilyen 80 megabyte per szekundumnál kiakadnak, tehát ö, 1 gigabitnél nem tudnak többet a mechanikus merev Jó, tehát maradjunk abba, hogy egy gigabit az kell ugye persze a Wi-Fi routered rá van írva, hogy akár 5 gigabites sebességgel is működik, ide nem feltétlen. Működik, nem azt mondom, hogy nem működik, de nem lesz olyan stabil. Adatveszteséget elvileg nem fog szenvedni, de lesznek olyan hullámvölgyek az adat a NAS és a számítógépet között, amikor kicsit megzökken, várni kell, igazából azt fogod érezni, hogy a latency, tehát a reagálási sebességed valamivel hosszabb lesz, mint hogyha kábelesen csatlakoztatod a hálózati eszközeidet egymáshoz. A nasok, amiket tudsz vásárolni, a otthoni felhasználásra való nasok általában tudnak wifi-t, de mihelyt megnézitek egy, egy professzionális vagy egy kis üzleti nas, azon már ilyen nincs, hogy wifi. Az bizony kábeles csatlakozású. Jó. Igazából úgy gondolom, hogy magáról a nasról mindent elmondtam. Ha kérdésetek van, írjátok meg kommentben, és a következő videóban pedig megcsináljuk azt, hogy klónozzuk a számítógépben lévő NVMe SSD-t erre az 1 terabájtosra. Megmutatom az egész szerelés részét, ugye ezt be kell rakni ideglenesen, szerencsére az én, olyan lapom, az én alaplapom olyan, hogy két NVMe meghajtót is tud egyszerre kezelni, hogyha nektek nem ilyen van, akkor a lehet kapni USB 3-as NVMe olvasót, abba beledugjátok azt be az USB-be, Kicsit lassabb lesz a procedúra, de megoldható. Jó, úgyhogy találkozunk a következő részben. Sziasztok!